Itt van velünk Megyeri Szabolcs kertészmérnök. Szervusztok! Köszöntünk szeretettel, nagyon sok szép örökzöllet hoztál el nekünk, és remélem, hogy erről fogsz mesélni, tanácsokat adni, mit ültessünk, mit lehet. Hát igen, ugyanis ugye eléggé borongósra váltott az időjárás, és hát a legtöbb kertbarát, vagy erkély, vagy balkon tulajdonos ugye visszavonulót fúj, és hát nem kellene ennek így lennie, hiszen ugye ilyenkor vagyunk csak igazán kiéhezve valami zöldre. És nagyon sok kertbarát ugye azt mondja, hogy hát ő szeretné, hogyha az év 12 hónapjában mindig valami virítana, valami zöld lenne, valami színes lenne. Csak hát igazából nagyon sokan, különösen gondolunk itt a kerttulajdonosokra, ugye rossz válaszokat adtak ezekre a kihívásokra, és mondjuk azt mondták, biztos találkoztatok már ezzel, hogy végig mondjuk tujasorra ültették be a kertjéket, és akkor ugye nagyon ilyen egyhangúak lettek. És igazából itt most, amit hoztam, igen, de nem kellene így lennie, mert fel lehet oldani ezt a feszültséget. Igazából amit most itt hoztam, az benne az izgalmas, hogy itt csak örök zöld növények vannak, viszont nem kizárólag mondjuk pikkelylevelőek, mint mondjuk a tuják, vagy nem tűlevelőek, mint mondjuk a fenyő, hanem vannak lomblevelőek. Tehát ebben az izgalmas, hogy ezek lomblevelőek döntő többségben, amiket itt behoztam, és azt hiszem, talán a legtöbben már találkozhatatok is mondjuk éttermek parkolójában, bevásárlóközpontokban, különböző ilyen szebb kertekben, és hogy gyakorlatilag a lomblevelő örökzöldeknek a széles tárháza áll a rendelkezésünkre, amivel örökzöldeket, ugyanakkor a klasszikus megszokott látságot közvetítő, vagy azt jelképező levelekkel tudjuk kicsit szebbíteni a kertünket, vagy akár az erkélyünket, tehát akár mondjuk egy panel lakásunknak a erkét vagy balkonját is, akár hogyha valakinek itt most majd egy ameddig elmentek és beszélgettek, én addig ezt a ládát fogom beültetni, és megnézzük, hogy a különböző színek azok hogy viselkednek egymás mellett. Tehát tulajdonképpen, hogyha egy konyhaablakunk van, akkor ezt egészen nyugodtan kintre is ki lehet tenni, és hát egészen tél folyamán gyönyörűen lehet benne gyönyörködni. Mínuszokat mennyire bírják ezek a növények? Ezek abszolút bírják, ugye sokszor azt szokták mondani, hogy hát azok a növények, amiket egyébként is kiszoktunk mondjuk ültetni a kertbe, hogyan viselkednek. Hát itt ugye azt kell látni, hogyha mondjuk például mondjuk megnézzük ezt a ilyen tarkálvelő buxust, hogy gyakorlatilag ez a felső része, igen, tehát ilyen nagyon szép, hogyha te is megnézed, ez ilyen nagyon szép, ilyen nemezes, nagyon vastag a levele, de teljesen mindegy, a lényeg az, hogy ez a felső része akár a mínusz 20 fokot is bírja. Az a lényeg, hogy akkor, amikor nincs beültetve a kertünknek a talajába, tehát oldalról a talaj az nem védi, akkor ez a rész, tehát magyarul ez a földlabda, ez nem fagyhat át. És hogyha erre tudunk figyelni, tehát ez azt jelenti, hogy ha valakinek mondjuk kint van erkélyen az akárhanyadik emeleten, akkor, hogyha mondjuk egy nagyon nagy hidegek jönnek, és még csak akkor novemberben cserepezte be, vagy ültette be, akkor érdemes akkor picit bevenni, vagy egy picit védeni. Tehát lényegében azt nem szabad megengedni, hogy a földje az átfagyjon, mert akkor megszakadhatnak adott esetben a hajszál gyökerek, hogyha ezek viszont ki vannak ültetve a kertbe, akkor semmi probléma nincsen. Tehát lehet, ugyanezeket lehet egyaránt a kertbe is, illetve a ládába is ültetni ezek szerint. Pontosan, és ugye, hogyha most megkérdezném 10 kertbarátot, hogy hol van ezeknek a növényeknek jobb helyük, kint a kertben, vagy pedig mondjuk egy ilyen ládában, 10-ből 9-en azt mondanák, hogy hát természetesen kint a kertben. Ez azonban nem mindig van így, hiszen hogyha mondjuk van valakinek egy ládája, vagy van valakinek egy nagy kaspója, akkor ne felejtsük el azt, hogy abban a területben gyakorlatilag azt, hogy ott milyen földbe, milyen közegbe ültetjük be, arra fantasztikus ráhatásunk van. Míg ugyanakkor a kertben, ugye kevésbé, hát gondoljuk el, hogy itt akár egy negyed köbméteres, vagy egy fél köbméteres kaspóba is mi magunk keverhetjük össze a finom, jó kis tápdús komposztot, ugyanakkor pedig hát tudjuk, hogy egy negyed köbméter, vagy fél köbméter kötött talajon mennyire nehéz kiásni. Köszönjük szépen, láss is hozzá szerintem, ugyanis mindenképpen visszatérünk hozzád és megnézzük a végeredményt. Visszaérkeztünk Szabolcshoz az örökzöldek közé, gyönyörűséges, nagyon szép lett. Mivel lett leszorva egyébként? Azért nem ez életem fő művet, de próbáljuk most egy picit itt a körülményekhez képest bemutatni azt, hogy miről is szól ez, hiszen ugye akkor, amikor mondjuk beültettünk egy ládát, akkor magával az ültetéssel nem ér még véget ugye az egész munkánk, hanem már mindenképpen a talajt azt fedni kell valamivel, ugye hát jól ismerjük ezt a fenyőkérget, amit most már nagyon sok helyen látunk kertekben, parkokban, bevásárlóközpontokban, parkolók mellett, és hát ugye egy kicsit ezt is, mint nagyon sok mindent a magyarországi kertkultúrában kicsit itt túltoltuk, tehát egy picit túl lett ez hangsúlyozva, úgyhogy itt most szándékosan alkalmaztam kétféle takaróanyagot, ugye ezt a fenyőmulcsot, ezt az apróra darált fenyőmulcsot, ami most a karácsonyi hangulat miatt egy picit előtérbe került, és egy különösen egy ilyen kis
törpe fenyő alatt nagyon jól mutat. Ez innentől kezdve természetesen ízlés kérdése. Az viszont, hogy akkor, amikor tavasszal, nyáron, ősszel a vegetációs időszakban ezzel takarjuk a talajunkat, akkor nagyon fontos, hiszen egyrészt, hogy megakadályozzuk azt, hogy gyomosodjon a talaj, kiszáradjon, és hát természetesen a kiszáradásnak mondjuk egy tizedikre kitett ilyen erkélyládában, ugye különösen, hogy ugye mozog a szél, és a nap is sokkal intenzívebben éri, akár még télen is, nagyon fontos így a takarás. És mi van akkor, ha túl nagyra nő? Igen, hát igazából akkor, amikor ugye most is ezt itt beültettük, és hát jól látjuk, hogy hát miután elültettük, akkor utána kezdődik a nevelés. És ugye sokan kérdezik, jó, de mit jelent az, hogy nevelni a növényt? Nevelni a növényt, ez egy picit azt is jelenti, hogy merni kell használni a metszólónkat. Természetesen nem egy ilyen kis cukorsüveg fenyőnél, amit ide beültettem középre. Erről majd esetleg karácsony tájéken érdemes lesz beszélni, hogy nem csak a luc, meg nem csak a normand fenyő az, ami karácsonyfának használható, hanem igenis nyugodtan ilyenkor már különböző kis cukorsüveg fenyőket. És hát most persze mondhatjuk, hogy hát ugye gyerekkorunkban ugye úgy nőttünk fel, hogy ilyen két méteres, például én, hogyha mondjuk tehát a nappaliba, hogy a plafonnak a tetejét nem súrolt a karácsonyfa, akkor már ilyen vesztesnek éreztem magamat, de hogy igazából ez most egy ilyen új trend, hogy nagyon picikek, ilyen kis minimum, vagy ilyen kis minimál cukorsüveg fenyőket vásárolnak az emberek, és ezeket már ilyenkor be lehet szerezni, ki lehet tenni, és be lehet vinni adott esetben az asztalra. Máté, te szereted a növényeket, vagy vannak otthon nálad? Hát én most éppen egy költözés előtt állok, és van egy óriási betonkád a teraszomon, és azt tervezem majd telirakni mindenféle örökzölddel és különböző növényekkel, úgyhogy nekem ez a téma most abszolút aktuális. Hát köszönjük szépen a segítséget, úgyhogy remélem, hogy tudtunk hasznos tanácsokat adni.